Sziasztok! Csomószor van olyan, hogy valakinek ajándékoznátok valamit, de nem tudjátok mit? Legyen szép, aranyos, kedves, személyes, aztán telik az idő, csak telik, és végül ajándék nélkül álltok. Van olyan, hogy valakinek köszönetet szeretnél mondani, de nem tudod, hogy ezt hogyan fejezd ki. Legyen valami olyan, amire ránéz, és tudni fogja, hogy tőled kapta. Mondjuk ezt egy táblacsoki nem igazán fejezi ki, hogy mennyire szereted, vagy éppen, hogy kitől kapta, nem fog eszébe jutni, csak az fog eszébe jutni, hogy kapott valamit. De erre van egy jó megoldásom, a táblácska. Na de miért is jó a táblácska? Mert bármilyen alkalomra adhatod annak a szerettednek, vagy egy ismerősödnek, akit igazán szeretsz. Legyen szó esküvőről, évfordulóról, születésnapról, vagy igazából egy átlagos hétköznap is odaadhatod annak, akit igazán szeretsz. Nagyon csodás ez a kis táblácska, úgy, ahogy titeket is elvarázsol. Itt én vagyok látható, és minden kis táblácskán, vagyis a legtöbben, van egy kis szöveg, ami ugye sokkal személyesebbé teszi ezt az egész kis rajzot. Úgyhogy hiába ez csak egy kis rajz, de mégis valami varázslatos van benne. Én nagyon szeretem. Szerintem gyönyörű. Még az is csodás benne, hogy fából vannak ezek a kis táblácskák. Ez egy nagyobb táblácska. Számomra nagyon sokat jelentett. Ugyanis ezt még amikor benn voltam a kórházban, akkor kaptam, és ez egy nagyon jó kis felvidító kis ajándék volt. Ha te is szeretnél egy táblácskát, akkor írd meg az elképzelésed a táblácskának. Írd le, hogy ki legyen rajta, vagy milyen alkalomra készül, és megvalósítják nektek, akár pár nap alatt, vagy akár már aznap is megkaphatjátok a táblácskátokat. Tum 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 t